Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Megalakulásuk 20. születésnapját ünnepelték a Csengeléi Citeszenekar és Népdalkör tagjai. Ezen esemény alkalmából egy hagyományőrző találkozóra invitálták az érdeklődőket. A rendezvényen több népdalkör, illetve zitelezenekar hangulatos műsorát hallhatták a résztvevők. A most következő felvételeinken ezeknek az előadásoknak a befejező részét tekinthetik meg.
ma szeretném megkérdezni a gyönyörű ruhákat. Ezeket fordít szedtek varni, gyönyörűek ezek a két festők. A Földvári mestertől vásároljuk a képestőanyagokat, egyébként a 23-22 évesek vagyunk. Nagyon kérdezik, sajnos egyébként nem. És ez a harmadik garnitúra ruhán, és ezt mindig ugyanattól a mestertől vásároljuk. Gratulálok hozzá, gyönyörűen tudom. Illetve ilyen világot látott mennyecskéket Csengelén is szeretnénk majd látni, hogyha lehet. Rosemary Gasson-kórusnak a vidám mesét és a szép dalokat. Szeretném megkérni a Kékre feles népdalkört, hogy fáradjon a színpadra, ők Kecelről érkeztek hozzánk. Tehát színpadon a Kékre feles népdalkör. A népdalkör 24 éve alakult, a helyi és a környékbeli rendezvényeknek rendszeres fellépői. A csoportokkal, a környékbeli csoportokkal a kezdetek óta a szoros barátságot ápolnak. Országos minősítőkön arany, ezüst és bronz minősítéseket szereztek. Vezetőjük Juhász Anikó. Mai műsorukban helyi és környékbeli dalokat adnak elő. Fogadják őket is sok szeretettel. Felül, kezel felül, jön egy fekete feltő, szalad
köszönjük, reméljük, hogy a barátság megmarad közöttünk, és tavasszal várjuk a csengelei kórus, mert mi akkor leszünk 25 évesek. Céljuk a közös muzsikálás, valamint a hagyományápolás mellett a közösség teremtése és annak magas szintű működtetése. A szomszédolás kezdeményezésével kívántak kapcsolatokat építeni és ápolni. Részt vesznek nagyon sok megyei és országos bemutatón, valamint minősítőn, de fellépnek egyéb rendezvényeken és külföldön is. Eddig két lemezük jelent meg, 2010-ben és 2013-ban. Lesz lehetőségük tőlük lemezt vásárolni, megköszönik, ezzel is a zenekart támogatják. Műsorukban elsőként Horváth János fog tárogatón játszani, majd két csoport következik, először Szőlő és Bor, a másodikban pedig bácskai dalokat hallhatnak tőlük, fogadják őket is sok szeretettel.
köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, amit már láthatják, kérdés nélkül nem szeretünk elengedni, úgy érzem senkit se, mert nem több kérdés merült fel a zenekarral kapcsolatosan. Az első kérdés az, hogy hol szokott ennyi férfi ember próbálni? Az iskolában? Kocsma? Nincs. A másik kérdésem az, amikor a kedves feleségeket, ne szóljon nekem a feleségem, tudja? Azt külön-külön is ki tudják mondani a zenekar, vagy a citer zenekar a tagjai, vagy csak együtt? Külön-külön. Mindenkinek ajánljuk ezt. Mondani, hogy mondják azt, hogy elmehetünk a kocsmába is a citerázás helyett, és akkor választhatnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Nagyon szépen varázsolták az esténket. Visszavárjuk Csengelére önöket. Köszönjük szépen! A zenekarnak a színvonalas produkciót, és megkérném Csengelei Népdalkört és Citer a zenekart fáradjanak a színpadra. Befejezésül fogadják sok szeretettel az ünnepelteket, akik már nagyon készültek erre a mai napra. Polgármester úr már mindent elmondott, amit róluk tudni érdemes, a minősítők szép eredményeit, a rendszeres fellépéseket, a próbák jó hangulatát. 20 év nagyon hosszú idő, és sajnos 20 év alatt néhányukat már elveszítettük. Szeretném a neveiket felolvasni. Ők ugyan már nem lehetnek itt közöttünk, de valamikor aktív tagjaik voltak a zenekarnak. Pap Istvánné, Géci József, Sutka Zoltán, Tisócki József, Víg Istvánné, Tóth Imre, Magony Jánosné, Csúri István, Virág Ferencné, Gémes Lajos, Ceglédi Jánosné, Katona Antal és Király Jánosné. Sajnos sok nevet soroltam föl. E rövid kis megemlékezés után fogadják sok szeretettel a Csengelei Népdalkört és Citera zenekart. Most helyi összeállítású dalokat adnak elő, vezetőjük Rényi László. Thank you.
Műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük a figyelmet, a sok tapsot, és hogy eljöttek és velünk ünnepeltek. És átadnám még egy pici figyelmet kérek, mert Rényi László szeretne még egy pár szót mondani. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak itt Csengeléről is a mi kis műsorunkra. Máskor is sok szeretettel várunk mindenkit, aki kíváncsi ránk. És most még egy-két dolog, aprócska dolog volna, amit szeretnék még elintézni. Ági, gyere már fel, légy szíves egy kicsit. Szeretnénk megköszönni a szervezésedet, a segítségedet. Egy kis aprósággal lesz egy kis csoportra. Köszönjük szépen! Ha már így sikerült, akkor ne titkoljuk el, és ezt szeretném nem megünnepelni, de megemlékezni rá. Polgármester úrnak ma van a névnapja. Születésnapja. Pedig van, tényleg. Nagyon, nagyon kis apró ajándék, egy asztali víz. Készítettünk, és volt szeretettel. És akkor most megkérem a meghívott vendégeinket, hogy foglalják az asztalán helyüket. A többi vendégünknek pedig nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt voltak, várjuk őket máskor is sok szeretettel. Rózsa Sándor az Alföldi Betyár című színjátékát tekinthetik meg kicsik és nagyok a 16. Sajt és Gasztronómia Fesztiválon az Aranygyapjú Társulat hangulatos előadásában. A most következőkben ezt az előadást tekinthetik meg. Jó szórakozást kívánunk! Hullatok miatt, hogy a húzat is szóval.
De ez rég. Minden gyerek, sondár akart lőni. Tudod, aki még rossz? Minden gyerek, pecsár akart lőni. De úgy van az, sondár akart lőni, ha én mondom. Mondtam, pecsár! Sondár! Pecsár! Sondár! Pecsár! Sondár! Pecsár! Sondár! Majd elmesélem, hogy volt. Én még emlékszem rá, pedig még igen csak fejhetszett a szakállat. Ó! Oh, a ti szakállat fejhetszett! Az enyém már régen akkora volt, mint a pikának a szarva! Királyváros és Csanádvár megye főügyészének parancsolatjára, a betyárok megfékezésére és a közrend védelmire zsandár bandériumok toboroztassa. Kistenekfalu népe kettő, azaz két főt szolgálatra kiállítani köteles. Hadlám, ki akar zsandár lenni? Maga! Üljön! Alkalmasnak látszik! Üljön csak! Izomzat! Megfelelő! Bátorsággal nincs baj, na még egy férfi út! Megüljön maga! Úgy-úgy! Na! A kék jelölt! Megmutatjuk önöknek! Ugyanis a jó zsandár mindig tudja, melyik oldalon van! Ugyebár! Emelj! Föl a jobb kezüket! Emeljék fel a bal lábukat! Most balra áll! Itt másik balra, úgy, ugye belem el, itt. Jó, most jobbra áll! Most még egyszer jobbra áll! Most még egyszer jobbra áll! Most hátra, arc! Nagyszerű! Most pedig megmutatjuk, hogy éberség próba esetén mit tesz a jó zsandár? Például, ha nagy nyári melegbe kigyullad a kincstári gatyája? Hát eloldja meg éppen! Bocsák a gatyájukat, ha kigyullad a nyári melegbe, így bocsák, jó lesz! Jó, és mit tesz a jó zsandár, ha szolgálat teljesítés közben szömbe gyűn vele a Tisza folyó? Átadúszik rajta egyébben a hatással. Kort, lá, kort, nő, kort, má, kort, nő. Szakás. És mit tesz a jó zsandár? Öglád egy repülő masinériát. Kettőt százados úrnak alázatosan jelentem. Az még nincs föltalálva. Jó mondja, de ha meglátna egyet, akkor bizonyára a nyathomlok elmenekülne. Hogy menekülnének helyett a nyathomlok? Na mutassa! Nem kell sokszor gyakorolni, nem lesz rá szükség. Na most megmutatjuk a népeknek, midőn Kistelekfő utcáján, a Liföl járőrözvén, jobbra át, arra is jó, arra át, Kistelekfő utcáján, lépés indulj, járőröznek, és őrzik a csöndöt, meg a röndöt. Ha azt mondom tűz, kigyulladt a kincstári gatyájuk, és oltani kell. Ha azt mondom tűz, ha azt mondom víz, jön szembe a Tisza folyó, és átalúznak rajta. Ha azt mondom repülő, akkor
akkor hanyat homlok menekülnek. Értve vagyok el. Hogy üljenek errefelé, járőrözvén. Úgy. Megnézik a gyanús elemeket. Körülnéznek, nincs gyanús elem, járőrözvén. Egyszer csak megszólal a riadó hang, hogy tűz! Bocsák, legyen a szűrő lábáról! Tűz! Húzzanak erre is felé! Repülő! Tűz! Víz! Erre húzzanak felé! Repülő! Tűz! Víz! Repülő! Tűz! Víz! Repülő! Jó lesz! Mostan pedig lássuk! Ki hogyan lő? Nos, figyeljenek ide! Egy kis csaptári puska magáé, kincstári mordája magáé. Na, mi hiányzik belőle? Hát a... Töltény! Töltény, nagyszerű! Hát még mi hiányzik belőle? Hát a lőpor! Miből van a lőpor? Kény, salét, róm, faszén, na, akkor maga lesz az egyik lőpor felelős. Játszott ilyet, ugye nem számítógépen nőttről, de maga lesz a másik lőpor. Figyeljék a feladatot. No, figyeljenek. Először is mindent vezényszóra csinálunk. Kihelyezzük a célt, ugyebár. Hol a cél? Hát nem állt. Igen. Fejlődjenek lövészeti formációba. Lövéshez fölkészülni. Vigyázz! Tűz! Besül, vagy mi van? Hát besül. Nem, a lőpor nem figyeltem oda. A lőpor. Lövéshez fölkészülni. Vigyázz! Tűz! Jaj, hát hova céloznak maguk? Hát hova céloznak? Hát letakadom, hogy én tanítom. Na még egyszer! Lövéshez fölkészülni! Vigyázz! Tűz! Nagyszerű! Ez aztán, igen. Na, én tanítottam őket lőni. Tapsolják meg, mert már mától kezdve ismerek való népkénesség. Dandárja. Maguk pedig jöjjenek ide vissza a kaszárnyába. További parancsig várakozzanak itt a kaszárnyába. Foglaljanak itt helyet. Ha nem megmondta, Sandár élet. Na az aztán a valami. Azt a revolúció még. Na majd én megmutatom, hogy a becsára élet. Na, az volt a valami. Hadd látom, ki akar betyár lenni. Maga van. Hadd nézzem. Ne féljenek. Na gyerünk, ki akar betyár lenni? Kiskegyed? Maga nem. Hát nem is jó, ha elnőjesedik ez a szakma. Mi? Ott le... Na, ha valamire való becsár, legény jelentkezzünk már. Egyen már. Na már. Üljön, maga igazi becsár. Na, jól látom. Ugye el egy már tény. A barát. Így is van, jó van. Üljenek, na mondják. Szokott te rendszeresen fogad mosni. Igen. Jaj! Rossz válasz! Hát fürödni? Na, végre valaki! Hova sűrjed a világ! Na jó van, aztán van-e mondjuk valami jövőképe? Igen. Hát kennek valami életpálya modellje? Na, jó van! Majd tanuljon tőle! Jó van! Hát akkor kezdjük! Miről ismerni meg a jó betyárt először is? Hát arról a szúrós tekintetiről, meg arról, hogy vas a szorítása a kezinek. Szorítsa meg a kezemet. Na
Na, hát azért kicsit, de nos, soha jön el ennyire! Te már el, hát engedj, te már elég ennyire! Na jó. Maga is szorít. Hogy? Na, mit csinál? Hát egy keze majd az egy jobb kenyet. Oh. 3-4, de jó. Na, de jó van. Azt itt szerénykönnek. Na figyelj, ott tartottunk, hogy a szúrós tekinteti. Igaz egy? Nagyon jó, azaz. Na, egy kicsit azért bemelegítünk. Néhogy kificamodjon. A szemöldök mozgató izmuk, azt így mennek haza, mert így maradnak. Na, figyeljen, ide rakjuk a mutató ujjunkat. És föllé ráncigáljuk. Azaz, azaz, jó van. Úgy látom, nagyon megy. Most már elengedett kézzel megpróbáljuk ugyanezt, nézzük csak. A száját azt hagyja ki. Ez az, nagyon jó. Ez az, rendben van. Na most egy kicsit így körbe néz. Látják, hogy lefedezik a fal. Nagyon tehetséges. Na jó van, jó van. Most ezt az egészet átültetjük a gyakorlatban. Maga nyugodt, erről ide, maga meg el. Itt van ez a tál pogácsa. Ide mellé, maga is, oktatási haladva. Addig nézzük ezt a tál süteményt, amíg ő nem nyersalódik a tekintetünk alatt. Érted? 3-4. Tuk. Ez van, csinálja. Mi csak én erőködjek. Látnak változást? Nem. Akkor folytatjuk. 3-4. Más csodát! A bogácsa felnyársalódott a tekintetünk alatt. Jó dolgoztak! Első feladat kipipált. Na már most jön a második. Ehhez viszont szükségünk van egy fehér népre. Ugyanis, miről ismerszik meg a jó betyár, hogy ellenállhatatlanul tudja a fehér népet pusztálni? Gyűjjön maga fehér nép. Ne aggódjon, a tudományt szolgálja. Gyűjjön. Istenem, minden szép hagyják. Na. A feladat a következő. A betyárok éppen jönnek haza a kocsma hivatalból. Azt nem tudják, hogy micsoda, mit röhögnek. Na. A fehér nép pedig itt tüdikél a hungarikumnak nyilvánított kémes kurkáváján és nagy barna szemeivel a levegőeget pásztázza. Közben a szent pilláival úgy csapkod egy kicsit arrébb, forgó szél keletkezik. Lássuk! Az, 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 az. Nagy álmodozó pillantások. Na gyűj haza a két betyár a kocsmahivatalba. Ennél nem közelebb. Meglátják a puszta végén a fehér népet. Na most az előbb tanult módon. Elkezdik őt fixírozni. 3-4. Maradjanak ott helyben, minél közelebb jönnek, annál nagyobb lesz a baj. Na már most. A fehér népe elindul a bizsergé, és a bokájától kezdve főn a térgyéig. Itt jár a csípőjén, megkerüli a vállán, tesz egy kört a kis fejébe, és a száján keresztül egy apró sikkantás formájában. Mit csinálnak? Nézzék, hát értem. Följön a bizsergé, és eljut a térdégát, néz a derekán, följön a vállán, tesz egy kört a kis fejébe, és egy apró sikkantás formájában. Nagyon jó, na! Jó dolgoztak, így kell csinálni. Jó van, köszönjük szépen. Elérte cél, most már visszamöhet. Ennyi volt. Köszönjük szépen. Na! Na, jó, gratulálok, az a lény. Túl vannak a második feladaton is. Na már most miről ismerszik meg harmadjára a petyár? Hát, hogy nevetve bírja a kínzást is, a legvadabbat, igazi? Jó van. Na, hát akkor következő a történet. A betyár leviszik a szegedi várbörtön legsötétebb zugába, ahol is ott várja már a hóhér meg a kínzó kamrát.
ő fektetik az asztalra. Előre szólok, maga most még nem mindön, kire sor kerül. A betyár fogát nem mi vertük ki, tehát garancia nem vonatkozik reája. Lifekteti a hóhér a kintó asztalra, és előveszi a leggonoszabb szerszámot, amit csak egy beteg ember jelme szülhetett erre a világnak. A betyár persze a szemek közé nevet a halálnak. A hóhérnek kiszegezi a kérdést, az apád fia megye is, ha nem mered letagadni. Gyengébb idegzettőek benézelek ide. Amit látjuk a betyárnak, ez meg sem kattyant. A hóhér kicsit elkeseredve vár meg. Visszahajtja. Jöjjön maga, Hölgyén a következő betyára, kínzó asztalra, lefekszik. Az a fentfia vagy én sem emeled a takadjét. Na, ezek úgy egy árva szót nem húzunk ki. Amint látjuk. Na jó van. Hát akkor üljenek közel. Mától kezdve maguk a betyár társadalom megbecsült tagjai! Most már csak az van hátra, hogy elmenjünk a kocsmahivatalba. Aki mutogat, az lop. Vagyis mi? Elmegyünk a kocsmahivatalba, és iszunk egy áldomást. Nagy üljenek utána most az én vendégem. Menjenek mostan a becsár életén is! Sört, vagy borote, vagy pálinkát. Pálinka. Bor. Veresete vagy fehére? Jó van, száraz, félszáraz? Édes. Édes lesz. Hát én egy kis joghurtot mediékázok. Na. Na mi az ennyire szomjas, hát legalább kocincsunk már, hogy egy eszak marad. Na, Isten itt. De figyelj el! Van minékünk, amit vezérünk, akinek nem szabad kimondani a nevétség, mert halálnak halálába holunk megfelé. Érthető? Nem szabad kimondani se nem azt, hogy rúzsa, se nem azt, hogy Sándor! Érti? Na, rendben. Akkor még egy kör? Igen, ez a beszéd. Ó, pénz a lovászhoz. Na, üljenek!
akkor nem sült le a képetekről a bűr, amikor a szegény embereket sanyallattátok? Majd én elmondom, hogy hogy volt. Lembőr, árulta a lovat. Igen, maga. Igen, szép lova volt. Kicsérje, hát nem akármilyen szép állat. Szép a ruhát, de nőttük le a lovat. Az asszony, de epizód szeret, bűjön már, na. Szép, simogat meg. Árulta a bikát. Tessék, se akármilyen bikája volt. Kicsérje azt, hagyjon túl rajta a vásárba. Mányjon meg árulta, amit én sütött a kemencébe. Hát így nem fogják meg tudni, hogy eladó. Hát dicsérje a portékáját. Jaj, de szép való. Kemencébe sét tokácsát. Hát, ha elfél a piacon, nem vennének versenylovat? Otthonra egy versenylovat. Mondja, te eladta. Eladta. Maga adjon tovább rajta. Fogjon valami kis pénzt rajta. Na, kínálja, még mindig eladó. Jön maga, akkor kínálja. Gyorsan cserél árut. Gazdát, az áru. Hogy üljön maga. Maga lesz a gazdája. Nagyon Isten! Úgy látom, szép a piacunk van ma. Jó hallottam? Nemrég lőtt két új betyára. Na, hadd látom őket, betyára, itt vagytok? Mondjátok, hogy itt vagyunk. Ó, vagytok betyára, szólaljátok nekünk! Gyertek csak ide, Elibész! Ide, a orrom elé! Na, itt vagytok-e már? Jó van! Na, a következő öszt, amen azon. Itt ez a zsár. Na, aztán nézzük csak meg! Hogy az a ló, csak ugyanolyan jó, mint ahogy mondják. Jöjjön már vissza kicsit. Kizökkent a szerepidő. Kírjön csak. Képzett magától a Rúzsa Sándor valamit. Ez belsen. Ó, hát azt látom, még emlékszem, fogadtam is rá. Szép pénzt. A szélnél is gyorsatlan látom. Na jó van akkor. Na ide figyeljön. Rakja szépen bele a zsárba. Ezt mondja erre az árba. Betyárok, ne vigyék el azt a jó lovat, tavaly elvitték a malacokat is. Azt mondja az ács. Betyárok, ne vigyék el azt a jó lovat. Nem. Mit mond az árus, nem hallom ezt. Nem adom a lovamat. Tavaly elvitték a malacomat is. A szerencsét. Szerencsét is elvitték. Hát ez hosszú piacozás, össz. Én megvárom. Ismeri, hogy ne húzzon vele újat, ez Rúzsa Sándor. Meg a szervezőt kessék. Rakja szépen be azt a lovat. Nem fér bele a zsákba, kicsi. Na, lecsárok. Hajtogassátok össze a lovatot bele a zsákba. Majd. Na, meg vagyunk, mi már? Ne aggódjunk, komám, majd meghallom én ezt valamit. Na, ide figyeljenek, aztán nézzük csak azt az ötvét. Csak ugyanolyan jó, mint ahogy mondják. Azt mondja erre az árus. Betyárulak, ne vigyék el azt az ötvöt. Maradhattuk, hát ma ennyit. Az árából zsindelyt kell csináljak a tetőre, mielőtt jön a tél. Majd is. Már annak mindig.
tudja mi? Figyeljön ide ám! Raktározzon be magának jó sok pálinkát, azt a gyina hideg korcsógassa, meglátja melegen ezt egész nap. Na, betyár, rakják azt az ötöt a zsár. Na, meg vagyunk? Már igen, ágy! Jó van, ne búsuljon ágy, majd meghálálom én azt valamit. Azt hadd látom, az a kogács, olyan friss, ahogy mondják. Az árus. Ne vigyék el, mert nyárulnak azt a pogácsát. Az utolsó végalisztemből sütöttem. Az árából orvosságot kell vegyek a gyereknek. Ajajajaj, figyelj, de szép asszony. Adja a gyerekét betyárnak. A betyárnak télen, nyáron kutyabaja. Na! Mondja csak, tájánya van, jó hallottam? Jó, akkor jól lesz a konyhára, nagyszerű. Minden esetre azt a lábogást rakjátok be a zsákba. Jó van, majd egyszerű találom ezt valahogy, de most menjenek szépen haza. Aki követni akar, még az se kövessen, ha jót akar. Na, betyárok, megvónák? Akkor gyertek utána! Hozzátok a zsákot! Minek bűzögetjük volna? Hely bizony, olyan idők járták, nem tanácsoltatok kiállni a pusztába, de még ürgét öntesni se, nemhogy piacolni. Na, maguk pedig így jártak, békélyenek meg a sorssal. Mulatni!
Tetszük erre! Tetszük a gyerek! Yeah!
Megfogtuk a betyárokat, illetve kettőt az alsó hajtából, kisebb lábú. Gyerek már, gyerek! Nagyszerű! Remek munka, parancsnok! Na jól van, lássuk csak! Ezek a regények feladván becsületes életünk, a bűn útjára lépvén, az alábbi cselekedetekben találtattak bűnösnek. Lopás, rablás, megfélemlítés, hivatalos kivegelni, erőszakos viselkedés. Melyik-e ezt szakadni? Jól van, amennyiben megvárást mutatnak, vagy a rúzsaságról tartózkodási helyéről tudomásuk van, és azt elmondják, az Isten hozatalma beszámítatik. Na, megbántátok-e bűneiteket? Halljátok, betyám? Tudtok-e valamit Rúzsa Sándor holvétéről? Hú van? Talán mit ítélet hozatali? Tömőzbe kerültek! Jöjjenek Szegedi Vár Tömőcibe! Ott arra! Jöjjenek maguk is! Ezúton elrendelem Rúzsa Sándor kézrekerítését, elfogásában minden eszköz megengedve, a helyére 25 ezer rendőr, ami vérdíja tűzött ki. Nos, érhető! Thank you.
ásványt, azt a Rúzsa Sándor nevezetű, tudi való. Jövök már, jövök már! Ó, Rúzsa Sándor! Személyesen! Nagyszerű! Jól van! Na, Rúzsa Sándor, elkövetett bűneidért, kötél általi halálra ítéltet, melynek végrehajtását a zsiralomházban várod meg! Visszanyered szabadságodat, rongyos becsületedet,
tisztára most kapod. Na mit szólsz hozzá? Na ide figyeljen! Adjon én nélkül azoknak, akikre rámutatok, fegyver, lovat! Megígérem, hogy aki a hazánkra kör, annak annyi! Nos, jól összeír, máskülönben az egyenruhát, azt el nem viselünk. No, vállalod? Jó lesz sám! Becsüld meg kapat! Éljen a haza! Becsárok! Becsárok, itt vagytok ki valahol! Jól! Na hallottátok, hától szabadok vagytok! Ritkán kap a becsár még egy életet ajándékba! Becsüljétek meg magatokat, huszárként! S barátságunkat ne felejtsék! Még veletek! Hagyja is tábornok, honvédje! Jöjjön ide maga! Maga, nem a polt fogja szolgálni! Maga, hagyja is tábornok, honvédje! Maga pedig táboráronnak segít önteni a rézságyút! Jöjjönek le mellém! Egy sorba sorakozó! Arra öt szépes ízdúj! Az adásunkat november 6-án pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételeink jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!